Üdvözlök mindenkit a Videodrome filmes csatornán, ismét 10 érdekességet hoztam nektek, mégpedig a Piszkos Harryről. Amikor Clint Eastwood megkereste Don Siegel rendezőt, 4 forgatókönyv változatot adott át neki. Ezek közül az egyiket a híres direktor Terence Malick írta. Az ő változatában Scorpio egy önbíráskodó bosszúálló volt, aki gazdag bűnözőket ölt. Clint Eastwoodnak tetszett ez a változat, de a rendezőnek nem. Később a Piszkos Harry egyik folytatásának, a Magnum erejének forgatókönyve ebből az alapból készült el. Clint Eastwood egy interjúban mesélt arról, hogy a kezdetekben volt egy olyan forgatókönyv, melynek a hangvétele nagyon hasonló volt Kurosawa filmjeihez. Végül Don Siegel kiválasztotta a megfelelő forgatókönyvet, és ezek után felvettek egy írót, hogy dolgozza át. Apró érdekesség, hogy a film egyik legikonikusabb jelenete, az elején lévő bankrablás teljesen máshogy volt az átdolgozott forgatókönyvben. Ott úgy szerepelt, hogy miután Callahan elmondja ikonikus mondatait, saját homlokához tartja a pisztolyt és meghúzza a ravaszt. Miután Don Siegel elvállalta a rendezést, volt egy olyan gondolata, hogy Scorpio szerepére Odie Murphyt válassza. Úgy gondolta, kiválóan működne a filmben, hogyha egy igazi háborús hős játszaná el a pszichopata gyilkost. Elküldték neki a forgatókönyvet, de mielőtt elfogadhatta volna a szerepet, meghalt egy balesetben. Végül a szerep Andrew Robinsonhoz vándorolt, akit nagyon sokan a Hellraiser filmből ismerhetnek. A rendező számára itt is az volt a fő koncepció, hogy a színész első ránézésre egyáltalán nem tűnik gyilkosnak. Andrew Robinson egyébként pacifista és utálja a fegyvereket. Pont ennek volt köszönhető, hogy a forgatás előtt nem tudott lőni. Ráadásul, amikor vették fel a jeleneteket, a felvételeken látszott, hogy zavarta a hang, amikor meg kellett húzni a ravaszt. Végül a rendező úgy döntött, hogy pár napig leállítják a forgatást, és elküldték a színészt egy fegyveroktatásra. Ezek után a lövéseknél ugyan nem rezdült meg, de látványosan pislog. Később a színész úgy nyilatkozott, hogy nem igazán kedvelte a szerepét, egyrészt amit a gyerekekkel kellett tennie, másrészt pedig a rasszista megnyilvánulások miatt. A bemutató után több halálos fenyegetést is kapott, és meg kellett változtatnia a telefonszámát. Alapvetőleg a forgatókönyvben nem volt Scorpiónak háttérsztoria, de a színész kitalált egyet, hogy így az alakítását el tudja mélyíteni. Eszerint Scorpio vietnámi veterán, akit számtalan megaláztatás ért, miután hazatért a háborúból. Scorpio eredeti neve egyszer sem hangzik el a filmben, sőt a kreditblokkban sincs kiírva. Azonban a később megjelenő könyvváltozatban kiderül, hogy Charlie Davisnek hívják. Annak idején, amikor kijött a mozi, nagyon sokan arra tippeltek, hogy Scorpio figuráját a zodiákus gyilkos iklette. Nyilván, aki ismeri a sorozatgyilkos történetét, az pontosan tudja, hogy ebben van némi igazság. Ő is többször felvette a kapcsolatot a rendőrséggel, és fenyegetőzött azzal, hogy elrabol egy iskolabuszt. Annak idején az újságok is megírták, hogy Callahan figurája nagyon hasonlít annak a nyomozónak a karakteréhez, aki vezette a rendőrségen a zodiákus nyomozást. Arnold Schwarzenegger egy interjúban beszélt arról, hogy óriási hatással volt rá annak idején Piszkos Harry film. Akkor döntötte el, hogy ő is ki szeretné magát próbálni színészként, és ilyen jellegű akciófilmekben szeretne szerepelni. Tetszett neki nagyon a beszólogató, szarkasztikus, saját törvényei szerint élő rendőrfelügyelő karaktere. A film jogai eredetileg a Universalnál voltak, de nem filmesítették meg. Később az egyik producer felajánlotta a forgatókönyvet az ABC TV csatornának, de nekik nem kellett, mert túlzottan erőszakosnak tartották. Végül a script a Warnerhez vándorolt, akik Frank Sinatrát szerették volna meggyőzni a főszerepre. Sinatrának tetszett is a forgatókönyv, azonban volt két probléma. Az egyik az az, hogy nemrégiben halt meg az apja, és nyugisabb szerepet keresett. A másik pedig az, hogy előző filmjének forgatásán eltörte a kezét, így viszonylag nehezen tudott volna bánni egy hatalmas magnummal. Ezek után felkérték Steve McQueen-t és Paul Newman-t a szerepre, de mindketten visszautasították. Végül Paul Newman volt az, aki maga helyett ajánlotta Clint Eastwoodot. Eastwoodnak nagyon tetszett a forgatókönyv, leginkább az áldozatok jogai miatt szerette volna elvállalni a szerepet. A színész azonban ragaszkodott egy dologhoz, mégpedig Don Siegel rendező személyéhez. A rendezőnek ekkor a Universal-al volt szerződése, és Clint Eastwood maga ment el a filmstúdióhoz, hogy kikérje tőlük kölcsön. A főszereplőnek és a rendezőnek rengeteg problémája volt egymással a forgatás során. A probléma leginkább a film befejezését illetően csúcsosodott ki. Eastwood egyáltalán nem értett egyet azzal, hogy a film végén Callahan eldobja a jelvényét.
A probléma fő forrása az volt, hogy Don Siegel rendező egyfajta önbíráskodóként tekintett Callahan karakterére. Eastwood azonban már a kezdetekben is úgy gondolkozott, hogy kaphatna a film folytatást. Végül a rendező azzal győzte meg a színészt, hogy azzal, hogy eldobja a jelvényt, nem a rendőri munkájáról mond le, csak csalódott az igazságszolgáltatásban. Egyébként a film folytatásában szóba se kerül az, hogy felmondott volna a rendőrségen. A filmben van egy jelenet, amikor Callahan egészen érdekes módon szed le egy öngyilkos jelöltet egy épület tetejéről. Ezt a jelenetet Clint Eastwood rendezte, állítólag azért, mert a rendező beteg volt. Nos, ez nem egészen így van, valóban beteg volt, viszont nem ezért rendezte ő, eleve ez volt megbeszélve. Egész egyszerűen a problémát az jelentette, hogy egy valódi helyszínen vették fel, és nem volt arra lehetőség, hogy az egész stáb elhelyezkedjen a tető részen. Így végül az volt a legegyszerűbb, hogy az rendezze meg, akinek úgyis ott kell lennie. Az eredetileg 6 napra tervezett forgatásra Clint Eastwood 2 napot kért, de végül egy este alatt végeztek. A filmben használt 44-es Magnum Bill Davis fegyverszakértő birtokában van. A bemutató után nem sokkal megvásárolta a produkciós cégtől. Ami érdekesség, hogy a fegyver a mai napig szerepel a fegyverszakértő katalógusában, így hogyha valaki szeretné, akkor természetesen pénzért ki tudja kölcsönözni forgatásra. Magát a forgatókönyvet New Yorkra írták. Utána később Clint Eastwood, illetve Don Siegel gondolták azt, hogy Seattle lenne a megfelelő helyszín, végül aztán San Francisco mellett döntöttek. A mozi címe eredetileg Dead Right lett volna. Több színész is volt, akinek felajánlották a szerepet, viszont nem vállalták el, mert túlzottan jobboldalinak ítélték a filmet, illetve erőszakosnak. Ilyen volt például Lee Marvin, George C. Scott, illetve Robert Mitchum. Hát ennyi érdekességet sikerült összeszedni a piszkos Harryről, ha pedig a film felkeltette érdeklődéseteket, akkor az extrákkal megtömött Blu-ray változatot meg tudjátok venni a provideo.hu-n. A videó alatt a leírásban pedig találhattok egy közvetlen linket a webshophoz. Köszönöm, hogy meghallgattatok!